Színházban tartotta a Dolgozó Ifjúság Szövetsége második kongresszusát, melyen számos külföldi delegáció is részt vett. Kedves elvtársak, tisztelt kongresszus! A Dolgozó Ifjúság Szövetsége dicső pártunknak, a Magyar Dolgozók Pártjának édes gyermeke. Pártunk a DISZ soraiban nevelkedő magyar ifjak és leányok százezreiben látja a kommunisták holnapi nemzedékét. Nemzetünk eljövendő állampolgárai. Olyanná kell hát formálni ifjú nemzedékünket, hogy méltó legyen nemzeti történelmünk legszebb hagyományaihoz, melynek hordozói között mindig ott volt a fiatalság. Nagy munkánkhoz adjon erőt, hogy a párt vezet bennünket, s a béke és a szocializmus a Szovjetunió vezette hatalmas béketáborhoz tartozunk. Alekszej Arhipovics Rapohin, a Komszomol központi bizottságának titkára, üdvözlő szavai után átnyújtotta a Komszomol ajándékát egy filmvetítőgépet. A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség zászlaját Bruno Bernini, a szövetség elnöke adta át. A légierők egyik alakulatának fiataljai repülő modelleket készítettek a kongresszus tiszteletére. A referátumhoz számosan szóltak hozzá, köztük Kócán Magda, a Somogy megyei díszbizottság szervezőtitkára, Barta Magdolna, a Magyar Népköztársaság érdemes sportolója, Építőipari Műszaki Egyetem dísztitkára, és Mundi Zsuzsa tanítónő, a Puszta Szabolcsi díszszervezetségének eltitkára. Szóljál gyorsan! Uram! Egy szóra. Tessék, parancsolj! Nem itt. Kérem. De hát miről van szó? Mi a kávéba mindig beletesszük a hatóság által előírt szabályos mennyiséget. Nem vontam kétségbe, asszonyom. Uram, ha lenne olyan kedves és velem fáradna. Jó. Köszönöm. Fizetek. Mi ez? Kérem, ne értsen félre. Tudja, megfogadtam, ha a fiamat felveszik az egyetemre, akkor az első kedves vendégnek. Asszonyom, én ezt kikérem magamnak. Nem is ismerem a kedves fiát. És most már végképp nem értem az egész helyzetet. Uram, nagyon kérem, fogadja el. De miért? Csak úgy, ajándék. Na és mit kér tőlem ezért? Semmit. Semmit. Asszonyom, én... nem kértem ezt a pénzt. Á, nem, dehogy. Ajándékba. No. Rendben van. Viszontlátásra. Uram, az üveg. Ja, persze, persze, tényleg, bocsásson meg, tessék parancsolni egy pillanat. Biztosan kiült már. Pocsék. Mi? Naniyoshi tei mashuka. Naniyoshi tei mashuka. Úristen, palánkai. Miért rébültél meg annyira Eldön? Csak nem azt hitted, hogy a gazdasági rendőrség.
Csak azt kérdeztem, hogy mit csinál ön? Még ennyit se értesz japánul? Úristen. Ezt már mondtad egyszer. Persze mindig is hajlottál a vallásosságra. A tárgyalás óta nem láttalak. Elhagytál a gyógyítással? Kíméled embertársaidat? Eltiltottak az orvosi hivatástól, pedig ott bent elég szép praxis szereztem. Yoku, sonnani, hatarakumasuna! Mondta, teljesen hülye vagy. Csak azt kérdeztem, hogy sokat kell dolgozni ezért a pénzért. Most melyik presszóba megy? Reggel 8 óra óta követlek. Ez volt a negyedik hely. El vagyok tőled ragadtatva. Kangáete, szide, kudaszáj! Megfojtalak, ha még egy japán szót! Ide figyelj, Eldön! Én autót akarok, villát akarok. Annyi pénzt akarok, hogy minden este megihassak egy üveg francia konyakot. Megvehessek mindent. Nőt, ruhát, mindent. Itt, Budapesten, autó. Ma. Tudod, kinek van ma Budapesten autója? Néhány főkádernek, öregem. Rossz pártba léptél be annak idején. Figyelj, van egy fantasztikus ötletem. Van lakásod? Hát azt hiszed, hogy a híd alatt lakom? Ott rendezzük be az irodát. Lesz titkárnőnk is, egy ilyen magas, vékony szőkenő, meg egy kis fekete, gyönyörű mellekkel. Ébresztő, palánka jelítélt. Ébresztő. Meghívlak ebédre. Fölfedeztem a piacon egy standot, ahol meleg kolbászt mérnek. Te fizeted. Szóval már elkészítettem egy tervezetet. Elmebetegekkel nem tárgyalok. Nyugalom, doki. Japánul van. Az éve innen vitték a falubeliek a lábazatnak valót. Később kockakövet is faragtak meg. Követ zúztak a labzatnak a vasúthoz. Honnan értette ezt ilyen jól? Én is dolgoztam itt egy évig. 8 évig. 100 évig. Hé, hey, Emilio, állj meg! Térjéshez! 1000 évig! Nyugodj meg! Nyugodj meg, Emilio! Nyugodj meg! Jó. Aztán megszüntették, mert csak addig volt kifizetődő a bánya, amíg mi csináltuk. Addig van munkaerő bőven. Ott benne a faluban. Régi öreg kőfejtők. Biztosan szívesen ráállnának, hogy felújítsák a termelést. A TSC úgyis döglődik, senki nem ért hozzá. És kié volt a bánya? Senkié. Aztán a Rőmeréki, aztán megint senkié. Aha. Téged megteszünk igazgatónak. Én gazdaságigazgató leszek. A te budapesti lakásodban lesz a központ. A vállalkozás teljesen legális lesz, semmi tréfli. Helyes, mert én olyat nem csinálok. Na, hát akkor menjünk. Keressük meg az illetékeseket a faluban. Kati! Ágnes! Ágnes, segíts rajtunk az Isten szerelmére. Gyertek föl, elmondod. Csókolom. Szervusz. Mama! Mama! Szervusz. Nézd, mekkora lett Istvánka, oda néz. Tessék, ez a tiéd. Szervusz, Katika. Csókolom. Kezdjük, hogy gyerünk vissza vacsorázni. Nektek is készítek valamit. Jó. Itt aludtok, jó? Jani külföldön van, egyedül lesztek. Jó, köszönjük. Régen láttad kis Jenit, ugye? Igen. A leletek szerint a vörös vérsejtek száma alacsony. Más rendellenesség, magas vérsüllyedés. Mondd, volt mostanában torokfájásod? Igen, volt. Csinálunk egy kontrollt, jó? Jó, gyere! Nem. Mit nem? Nem akarom, hogy anyu is bejöjjön. 5 perc az egész. Megyek, segítek édesanyádnak. Először is kezet mosom. Tessék, itt a szappa. Vagy még mindig nem szeretsz kezet mosni? Dehogy nem. Ne mondd ilyen megütközben. Kisebb korodban egyáltalán nem szerettél. Azt mondtad, szerkesztesz egy mosakodógépet és egy törölközőgépet. Mert nagyon unod a mosakodást. Emlékszel? Igen. Gyere, Istvánka, ülj ide erre a székre.
Emlékszel erre a mikroszkópra? Vízcseppeket néztünk benne. A bal kezeden szúrom meg az ujjadat, hogy nem mondhass, hogy amiatt nem csináltad meg a leckédet, jó? Add ide a kezed? Úgy. Mi az a leukémia? Vérképzőszervi megbetegedés. Apukám leukémiában halt meg? Igen. Grofcsik papája orvos. Ő mondta, hogy a leukémiát örökölni is lehet. A Grofcsik papája azért a felfedezését Nobel-díjat fog kapni. Az orvostudomány nem döntötte még el, hogy a leukémia öröklődik-e. Apu hogy kapta? Édesapád a nyilasok elől menekítette a kórház rádiumkészletét. A kazetta hibás volt. Sugárártalmat okozott. Miért kellett a rádiumot menteni? Mert akkor a rádium még hallatlanul nagy kincs volt. Még nem volt rádióaktív kobalt. A rádium volt az egyetlen sugárzószer, amivel emberek ezreit lehetett gyógyítani. Most már nem ér annyit a rádium? Nem. Akkor apu hiába halt meg? Nem, Istvánka, nem hiába halt meg. Édesapád nagyszerű orvos volt. Most mit csinálsz? Megfestem a tárgylemezt. Aztán? Aztán várok egy picit, hogy megszáradjon. És megnézed a mikroszkópban? Meg. Tessék már megenni a vacsorádat. Nem eszem. Edd meg szépen a vacsit, nem kéred? Na akkor gyerünk kezet most és lefekszünk, jó? Na, gyere, életem. Ugye? Én nem látok semmi különöset, de holnap majd bemegyünk Istvánkával a laboratóriumba. Hál' Istennek. Na gyere szépen, kezdet mosni, aztán lefekszünk. Gyere. Kérsz paradicsomot? Igen. Dömötör Éva. Jöjjön kérem. Kovács Tiborné. Gyerünk kérem. Reinhard Sándorné. Karoka Szabaddát. Teát Zoltánné. Asztalhoz lejönni, karbidát levenni, zakot levenni. Így jobbra az asztalhoz, gyerünk. Kérem, hova megy? Vérvas meghatározást kérek a kisfiúnak. Van körzeti beutalója? Nincs. Kérem, önök hibás leletet adtak ennek a kisfiúnak. Mi? Kicsoda maga az anyja? A keresztanyja vagyok. Igen. Szeretem, ha magánrendelőnek nézik az STK-t. A vezető orvossal szeretnék beszélni. Nem ér rá. Mi folyik itt, kérem? A kedves keresztmama nem tudja, mi a rend. Jó napot kívánok, Csaplár Ágnes doktor vagyok. A kisfiúnak vérvas meghatározást kérek. Adja le a cédulát. Nincs cédulám, kérem. Akkor forduljon előbb a körzeti orvoshoz. Álljon meg, kérem. Én köszöntem magának, maga nem köszönt vissza. Bemutatkoztam magának, maga nem mutatkozott be. Kértem magától valamit. Több száz beteget kell ellátnunk naponta, és majd jó módort fogunk itt gyakorolni. Önök téves leletet adtak ennek a gyereknek. Hogy téveset? 2 millió vörös résejtet tévedtek. Kérem, méltóztassék az etikai bizottsághoz fordulni, mert az orvosoknak van etikai bizottságuk. A vízvezeték szerelőknek nincs. Rossz a lelet. Majd kijavítjuk. Olyat adunk, amilyet akar. Mert ugyebár a laboráns nem tévedhet. Itt ül hajnaltól késő estig. Szikrázik a szeme. A csillagokat is beszámolja. És robotba csinálja a vérképet. Egy hét alatt 6000-et. Vacak, nem kalibrált pipettákkal, sakcográfia alapján dolgozunk, ha meg valami kérem, nem stimmel. Kérem, hagyj ezt a hangot. Kolléga. Magam is orvos vagyok. Bocsánat, azt hittem, ez a vita... Én nem vitatkozni akartam. Szeretném, ha új leletet készítenének a kisfiúnak. A kisfiú már is odaülhet az asztalhoz. Csaplár Ágnes. Nem hiszek a szememnek. Ágnes. Maga Csaplár Ágnes? Igen. Nem ismer meg? Igaz, olyan rég nem láttuk egymást. Dehogy nem. Micsoda véletlen, még be sem mutatkoztam, dr. Kornai Gábor. Azonnal korrigáljuk a leletet. Intézzen. Gyere, fiacskám, gyere. Vallja be, hogy nem ismer meg. Persze én megöregedtem, maga meg semmit se változott. Nem is hiszem, hogy ekkora fia van. A keresztfiam. Hadd nagy úr! Tessék, parancsolni, kérem! Jó, kérem, tessék itt hagyni, majd válaszolunk rá. Igen, a címem rajta van, kérem. Igen, látom, viszontlátásra.
De nagyon szépen kérem, ne tessék már elhúzni sokáig a választ, mert én nem bírom tovább. Rendben lesz, kérem, viszontlátásra. Kezdj csókolom. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Jó sokat beszélt az Ürge. Egyesek csak azért ülnek be mindenhová, hogy jól kidumálassák magukat. Na, de amit majd én elmondok magának, olyat még nem hallok. Tetszik tudni, eddig hárman éltünk egy szobában, hárman aludtunk. A Mamika, a férje meg én. A Mamika az édesanyja? Dehogy, a Mamika a főbérlő, aki a lakás volt. Én csak albérlő voltam náluk. Albérletbe megy egy házas párhoz, egy szobába. Ugye? Milyen hülyeségeket csinálok? Egy ilyen féltékeny spinéhez. Mert az. A nyavaja töri azután a nyomvat férje után. A múlt héten este, amikor hazamentem, alig akart beengedni. Na, aztán éjszaka kitört a botrány, akkor meg kizárt. Nem volt hol aludni, bementem a pipacsba. És erre mit tetszik gondolni, ki volt ott? Hát nem a Sanyi? Ki az a Sanyi? Hát a vőlegényem, akivel az uszodában is megettem meg. Na, itt tessék várni, ez az egész marra mulatságos. Bocsánat, egy pillanat. Halló, itt a Szabad Sajtó, panaszfelvétel András. Szervusz, Kati, Ágnes. Most jöttünk ki a fiaddal a vizsgálatról. Minden rendben. Hogy rendben? Semmi komoly baj. Délután beviszem hozzád a szerkesztőségbe, és akkor mindent megbeszélünk. Jaj, Ágnes. Istenem. Istvánka. Jaj, Istenem, jaj. Úristen, a szem elájult. Jöjjenek, süketek maguk, segítsenek már. Úristen. Meg kell várni, ami magához tér. Esetleg át kell küldeni valamelyik idegosztályra. Nézze, főorvos úr, megint csupa veríték. Alig, hanem teljes kimerültség. Ágnes, maradjon mellette. Természetes. Tessék. Nem zavarok, főorvos úr? Nem, tessék. Milyen szép csokor. Isten bizony, eddig észre se vettem. Mikha egy kis árvácska volna, de ezt nem észrevenni. Legközelebb két vízipálmát hozok a főorvos úrnak. Boldog névnapot kíván a nőbizottság. Hálás köszönetem, de miért éppen most? Nem ma van a névnapom. Krisztina nővér a névnap felelős, ő mondta... Köszönöm szépen, ugyan nem érdemeltem meg, de maguk olyan zavarba ejtően figyelmesek. Ó, főorvos úr, mi mindent, boldogan, bármikor. Van még valami, Lizike? Igen. A főorvos úr ugye szereti Bartókot. Szeretem. Van még két jegy a holnapi zeneakadémiai koncertre, hogyha netán el akarna jönni, vagy ha egy jegy kellene, a másikat boldogan megvenni valaki az intézetből. Nem kérem a jegyeket. Köszönöm. Gyönyörű éjszaka lesz. Én gondolkodtam, hogy elmenjek-e. Bartók zseniális hangszerelése, a zene ereje. Volt-e vagy, doktor? Csapla, doktor. Kezét csókolom, Ágnes. Igen, a legjobbkor hívott. Most érkeztek meg éppen a leletek. Hát, a festési index 60 alatt van. A hemoglobin vastartalma túl alacsony. Alig az élettani határ fölött. Adjon vastablettát a gyereknek. Persze ez attól függ, hogy milyen a vas felszívódása. Így gyomorra rendeltem neki. Igen. Almával. Egy pillanat türelmet. Lizike? Holnap lesz a koncert? Igen. Igen. 7:30. Ágnes, holnap estére tudnék két jegyet az akadémiára. Bartók, mi lesz a műsor? A divertimento. A divertimento. Jó, rendben. Viszem a leleteket, és az előcsarnokban találkozunk. Jó, jó. Kezét csókolom, Ágnes. Csókolom. Parancsol még valamit, Lizike? Nem. De, várjon csak. Mennyibe kerülnek a jegyek? 28 forint darabja. Thank you.
korán van még. Hová menjünk? A busz megállóhoz hazamegyek. Nem kell hazáig kísérnie, nincsen sötétítés. Ezt nem gondolja komolyan. Vacsorázunk egy. Nem szoktam ilyen későn vacsorázni. Ma, kivételesen. A névnapom van. Ma? Ádám. Én ma tartom. Taxi! Krisztina nővé rendelkezésére. Egészségére. Legyen olyan kedves. Jövök. Orosz pezsgőjük van? Van, kérem, tisztelettel. Kérek egy üveggel. Igen. Nem kellett volna, be fogok csípni. Baj? Azt hiszem, nem. Legfőjebb ma nem fogunk okos dolgokról beszélni. Én pedig ma csak is okos dolgokról akartam beszélni magával. Van egy épkézlábnak tűnő javaslatom. Azt szeretném elérni, hogy minden újszülöttnek legyen egy egészségügyi könyve. És ebbe a könyve élete során írjanak be minden fontos egészségi adatot. Betegséget, oltást, kezelést, foghúzást. Nem kell STK adminisztráció, mindenféle nyilvántartási lap. Ha valami történik vele, az orvos előtt ott az anamnézis. Tudja, ha én még egyszer 20 éves lennék, egy szót sem beszélnék magával az orvostudományról. Fél éjszakákon át csavarognék. De már nem vagyunk 20 évesek. Amikor elindultunk, elhatároztam, hogy semmit se teszek. És semmi olyat nem mondok, aminek nincs értelme. Én is elhatároztam, hogy ma már többet nem iszom. Helen? Igen. Köszönjük. Parancsolja. Köszönjük szépen. Egészségére. Egészségére. Már elmúlt éjfél. Még egy ital. Még egyszer ugyanezt. Oda kellett volna mennem a pályaudvaron Kemenes Tibihez, és megmondani neki, hogy engedje el, mert magát én szeretem. Nem táncolunk? Szívesen. He'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be mine. Hello? Köszönöm. Át kell mennem a laborba. Össze kell állítanom egy szérumot.
Parancsolj. Köszönöm. Jó élni. Jó. Azt mondtad, hogy a laborba kell menned. A betegnek sajnos mindegy. Két nap múlva meghal. Nem értem. Menthetetlen. 10 nappal ezelőtt hozták be. Azóta vérátömlesztéssel tartjuk életben. Különben itt van a korlapja. Nézd meg. Nem tudom megszokni a gondolatot. Mindig megdöbbenek a haláltól. Szakmai szemmel nézve izgalmas dolog. Ki fogom küldeni Londonba, Winspear professzorhoz. Szerintem még hálás is lesz érte. Talán meg is jelenteti valamilyen tudományos közleményben. Mondjuk a lábjegyzetben. 16 éves férfi beteg, Poltavai Ádám doktor esete Budapest. És ha csoda történik? Nincsenek csodák. Ha csak 1000-elik valószínűsége van. De nincs, Ágnes. Akkor miért hazudunk? Mert nem tehetünk mást. Mert hazudni kell. Tapintatból. Kíméletből. Esetleg ravasságból, vagy hiúságból. Vagy egyszerűen azért, mert másképp nem megy. Te például hogy fogod ezt az éjszakát elszámolni önmagad előtt? Hogy másoknak mit mondsz, azt már meg sem merem kérdezni. Nem fogok hazudni. Se tapintatból, se kíméletből, se taktikából. Nekem könnyű. Én szeretlek téged. És ez nem tartozik senkire, rajtad kívül. Engem nem köt semmi senkihez. Itt maradsz nálam? Lehetetlen. Miért? Van egy gyerekem. Anyám. És egy férjed, tudom. Nem késel el? Javulást kívánok, elvtárs. És ha bármire szükséged van, azonnal szólj. Igazán megtanulhatnád, hogy nálunk legfőbb érték az ember. Talpra állni, ez a legfontosabb. Semmi mással ne törődj. Szervusz. Szervusz. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Érdekes. Amióta alapnál vagyok, egyetlen egyszer sem kérdezte meg tőlem, hogy vagyok. Lehet, hogy hoztak egy új párthatározatot, és most ezt a pontot is kipipálhatjuk. Most ne ezzel törődj. Ezentúl másképp fogunk élni. Azóta utazik rám, hogy a Zsille ügyben nem mert István mellett kiállni. Dogmatikus szektás alak a naprakész szövegeivel. Ebből is mi lett? Mit mondtál? Hogyan fogunk ezen túl élni? Mégiscsak ez az igazi. Nem kellett volna elmenni. Itt kellett volna maradni a szakmában. Modern öntőde, automatizált öntés. Ide is bevonult a tudomány. Csak én vonultam ki, én marha. Ott akarom hagyni a minisztériumot. Mit akarok kérni a termelésbe? Szép új öntődétek van. Sok millióba került. Nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy elképzeltük. És ha visszajönnék ide? Bármikor jöhetsz, itt van vagy. El fogunk válni. Az se sikerült. Nem éltek jól? Sehogy se élünk. Azt hiszem, sohasem szeretett. Nem mondj ilyet. Soha nem volt szerelmes belé. Tudod, az akkori idők, a romantika, a falujárás, az egyetemi évek. Az a lelkesedés, amelynek az eredményeit most megkérdőjelezik. Kicsúszott a talaj a lábad alól. Nem. Nem. Csak én más talajon állok. És én nem fogom szembeköpni önmagamat. Emlékszem, hogy örültem neki, mikor kijött ide leltározni. És én csapoltam a kemencét. Nem, mégsem lenne jó, hogyha én ide visszajönnék. Azt hinnék, hogy lebuktam. És büntetésből helyeznek vissza a gyárba. Mert ha náluk valakit magas funkcióba helyeznek a minisztériumba, akkor azt kiemelik a munkásosztályból.
Nem kell neked munkásnak elmenned. Képzett mérnök vagy. Találhatsz magadnak megfelelő helyet. Azt hiszed, félek a kemencétől? Nem, Jani, nem hiszem. Az én édesapám nagyon jó ember. Egész nap fárad értünk. Édesanyám is dolgozik, azon kívül a háztartást is vezeti. Három kistestvérem van, egy fiú és két lány. Nagyon szeretjük egymást. Az öcsémnek Ákos a neve, és majdnem olyan erős, mint én. Vasárnap délelőtt együtt tisztítjuk az egész család cipőjét. A két húgom Ilike és Lilike ikrek, és sokat segítenek anyukának. Fogalmazás ötös, helyesírás ötös, különkötös. De István, hiszen ebből egy szó sem igaz. Ezt a tanár úr nem tudja? Dehogy nem. Ezt a mi osztályunkban így szokták. Hát például. Svéd Gyuri apukája Kanadába diszidált egy nénivel. Soki Feri anyukája kiküldetésben van Párizsban. De addig se lakhat apukájánál, mert annak új felesége van. Lénárd Kavi papája pedig iszik, és már voltak is náluk a rendőrségtől. Honnan tudod? Mindenki tudja. És ők sem erről írnak? Nem. És a tanár úr mondta, hogy ne írjátok meg az igazat? Nem mondta. De én is inkább azt írtam, amit szeretnék. Fogalmazza magában, hogy mit fog majd mondani az ismerkedési esten? Ismerkedési est. Más gondom sincs, mint hogy elmondjam az életrajzomat a bableves meg a túros csúsza között 150 embernek. És így kettesben? Így sem. Talán majd később. Mikor majd véget ér az üdülés? Az is megtörténhet. És mindenki szétszéled a világ négy tája felé. Maga merre? Pestre. Én is. Remek, akkor majd utazhatunk együtt visszafele. Ezek a tehetségtelen kultúrosok nem tudják elképzelni, hogy csak hagyni kell a beutaltakat kiülni a vízpartjára, nézetni velük a vizet, és hagyni őket, hogy hadd ismerkedjenek meg maguk. Akkor rendezzük meg most a mi ismerkedési estünket. Szabad? Tessék. Iványi Balázs vagyok. András Katalin. De táncolni csak fog? Nem szoktam. 10 éve nem táncoltam. Ha szoktam volna, akkor is elszoktam volna tőle. Maga újságíró, igaz? Igen. Ismerem magát látásból. Mikor felavatták az obszervatóriumot, maga kint járt nálunk. Akkor láttam másodszor. Másodszor? Úgy látszik, mégsem kerülhető el az életrajz. Kezdje el. Vagy kérdezek inkább, mint egy szigorú káderes? A nevét már tudom. Foglalkozása? Matematikus. Munkahelye? Csillagászati intézet. Á, csillagjós. Kepler rokona. Készít horoszkópot is, ha megfizetik? Vagy még nincs felesége, akinek kell a pénz drága kalapra? Nőtlen vagyok. Csak a tudománynak él. A csillagos égnek. Anyja neve? Balázs Ilona. Apám neve László. Textilkereskedő volt. 51-ben kitelepítették. Maga volt? Igen, én. Homok Janiéknál. Igen. Először ott. Halló? Csaplár doktornőt keresem. Nem régen ment el. Köszönöm.
Véletlenül erre jártam. Véletlenül? Igen. Órák óta vártalak. Gyere, iszunk egy kávét. Aztán meg bemutatsz a mamádnak. Kollégám, Poltavai Ádám. Pontosan így. Ágnes, azért vártam rád, mert neked mondom meg legelsőnek, hogy Winspear professzor előadást tart Párizsban egy belgyógyász kongresszuson a vérszérumokról. Meghívott. Ágnes, nagyon szeretlek. És nem így akarlak. Szeretném, ha velem jönnél. Nagyon szeretném, ha mindenhová velem jönnél. Bárhová is megyek.